15 ezer támogató aláírás összegyűjtését vállalta az RMDS Gyergyószéki Szervezete Kelemen Hunor Szövetségi Elnök államfőjelöltként való indításához. Ennek teljesítéséhez Barti Tihamér területi elnök a választók segítségét kéri. A törvény értelmében 200 ezer támogató aláírás szükséges ahhoz, hogy valaki iktathassa államelnök jelöltségét a központi választási irodában. Ez a nagy pártoknak nem okoz gondot. Már két potenciális jelölt is bejelentette, megvan a szükséges számú aláírás. Csilla Peszede elnök egy millió támogatóról számolt be, de Dan Bárnáuszere elnök is jelezte, összegyűlt a szükséges 200 ezer. Az RMDS a területi szervezetek révén gyűjti az aláírásokat Kelemen Hunor indulásának támogatására. Gyergyószéken önkéntesek segítik az aláírás gyűjtést. Barti Tihamért gyergyószéki elnök felhívással fordult a gyergyói medence lakosaihoz. Önkéntesként és aláírásukkal is támogassák az akciót. Nagyon rövid határidő van. Ez kedvez azoknak a nagy szervezeteknek, mint például a PCD-nek vagy a pnl akik meg tudnak nagy közösséget mozgatni, hiszen sok aktivistáik vannak. Mi egy alulról szervezkedő szervezet vagyunk, amelynek fontos, hogy minden településen vannak szervezetei, és mi is ezeket használva, úgymond idézőjelbe próbáljuk az aláírásokat összegyűjteni. A területi elnök hangsúlyozta, nyilván nem az a cél, hogy az RMDS jelöltje államelnök legyen, hiszen erre minimális az esély. A kampányban viszont jó alkalom nyílik arra, hogy a magyarság elvárásainak is hangot adjanak. Az államelnök választás első fordulóját november 10-én rendezik.